Ez a szakma alapvetően nagyon, nagyon hát, magányos, és egyfajta önuralmat kíván az előadótól, ugyanis a gyakorlás is egyedül történik. A koncertek 90%-a is szóló. Azzal szoktam vigasztalni magamat, és ebben van igazság is, hogy nyilván sosem vagyok egyedül, két dolog miatt egy koncerten például, mert ott a közönség, és azért az egy elég családias légkör, nekem nem stressz felmennem a színpadra, tehát én szeretek játszani. Másrészt, hogy ott van a zene.